Nemzedékek Tánca címmel szervezett ünnepséget fennállásának 50. évfordulójának akasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat. Sebestyén Brigitta, a társulat elnöke elmondta, már 2 éve készülnek a jubileumi évre. Nagyon sokszor összedugtuk a fejünket, hogy hogy is legyen ez az év, de hála Istennek sikerült úgy végigmenni az év folyamán, hogy elkezdve azzal, hogy Ádám bácsihoz kimentünk a temetőbe és a társulat elhunyt tagjaihoz, azzal fogjuk befejezni, hogy Andrásfalvi betlehemes, és mivel hogy ez a betlehemes volt Ádám bácsinak igazából a legkedvesebb előadása, amit ő a színpadra vitt, akkor odaállnak a népdalosok, a néptáncosok, a lányok is, mert ugye ez a bukovinai Andrásfalvi betlehemes, itt csak fiúcskák szerepelhettek, tehát a Mária és az Angyalka is fiúcska volt. És ugye mivel így körbeálljuk őket, tehát adunk neki egy olyan szép hátteret, és tényleg, hogy Jézus születése, azzal fejezzük be az évet. És akkor jöttünk, és volt a kiállítás megnyitó, és akkor utána jött ugye a mesemondó verseny, az megint nagyon fontos volt az életében, mert rengeteg mesét gyűjtött az Ádám bácsi, és akkor így megtudtunk emlékezni a Márika néniről is, a Fábián Ágostonnéről, mi nekünk a mesemondó Márika néni, és itt is nagyon-nagyon sokan voltunk, tényleg a megyén kívülről is, külföldről is jöttek Aldunáról mesét mondani, tehát nagyon-nagyon örültünk neki. De egy népdal találkozót is tartottak Sebestyén Ádám tiszteletére. Rengeteg népdalt is gyűjtött, ahova csak nem, mindenütt vitt magával egy rossz kis magnócskát, és akkor összegyűjtött mindent, úgyhogy a mezőn, ha nem volt nála papír, akkor a kapanyélre, de mindig gyűjtött az Ádám bácsi. Én 32 éve vezetem ezt a társulatot, közben volt más vezető is persze, de mindig részt vettem a társulat életébe, tehát nem maradtam ki belőle. És visszajöttek azok a néptáncosok, akikkel én kezdtem. Mert azoknak a gyerekei már itt táncolnak, sőt, volt olyan fiúcska, aki anyukával táncolt fent a színpadon, mert bizony már magasabb, mint anyuka. És akkor hát rengetegen voltunk, a színpad tele volt, én nagyon-nagyon örültem neki, végül is ez volt a cél. Ez olyan volt, mint amikor egy nagy-nagy osztálytalálkozó 50 éve, és akkor ez ugye eljöttek a régiek is. Volt olyan is, aki 50 éve ezelőtt kezdett táncolni, a Sebestyén János és a felesége, annak is nagyon örültünk. És hát még vannak olyanok, akik bizony ezelőtt 50 évvel is részt vettek a társulat életében, és itt vannak. Én ezeknek nagyon örülök, sok mindent tanultunk. Én amikor elkezdtem, akkor hát egy kicsit féltem, mert azért Ádám bácsi még ott volt 3 évig velünk, de nem ilyen intenzitással már, ugye, inkább a kántori életet tartotta akkor már fontosabbnak, és ez így volt jól. Én a színpadon már 3 generációval voltam fent, és ennek nagyon örülök, a lányaim táncoltak, de van még 3 generációs nagymama itt a társulatban, tehát én nagyon örülök ennek. És az a fontos tényleg, hogy a gyerekek jöjjenek, hogy örüljenek. Varga János családi szálak fűzik Sebestyén Ádámhoz, így került ő Kakasdra tánctanárként 31 évvel ezelőtt. 91 tájékán csináltam meg az első műsorszámot, amit az legelső Székely találkozón Csátalján adtunk elő. Ez a marosszéki táncok volt, és hát azóta itt ragadtam, mert nagyon szép lányok voltak itt a tánccsoportban, úgyhogy rögtön választottam is egyet magamnak, mondhatnám úgy is, hogy ide nősültem, és azóta is, hát itt megállás nélkül folytatom már 31 éve. Ekkor csak 4 pár alkotta a kakasdi tánccsoportot, ez az évek alatt megváltozott. Addig-addig járkáltunk ide, amíg egyszer csak azt vettük észre, hogy már 20-an vannak. Aztán odáig fajult a dolog, hogy már külön gyerekcsoportot is kellett csinálni. Aztán utána odáig jutottunk, hogy a gyerekcsoportból már nem is egy, hanem 2 korosztályt kellett csinálni. Aztán hát folyamatosan így bővült, a leg
többen, abban az időben voltak, 2007-2008 táján volt ez, amikor itt helyben tudtam megszervezni a művészeti iskolát, akkor voltak 72-en beiratkozva, és ebben még nincsenek benne a létszámban az óvisok meg a 18 éven felüliek. Most, hogy ez a 50 éves jubileum lett célnak kitűzve, akkor most ismét összegyűlöttünk egy hát körülbelül a 80-as létszámra, a 30-as helyett. Úgyhogy szerintem ez a szép műsor jót tett a tánccsoportnak. Már a látvány, hogy fölmentek a színpadra, már az is ugye megdöbbentő volt, meghökkentő volt a nézők számára. A próbák kezdetén, hát olyan hitetlen ábrázattal ültek itt a széken, ahogy tanultuk az énekeket. Aztán, ahogy telt múlt az idő, körülbelül 3 hét elteltével, olyanná változott a hangulatuk, hogy ilyen csillapíthatatlan jókedv, és bármit csináltam, hogy elszomorítsam őket, nem sikerült. A műsoron hát nem csak a szereplők kerültek olyan hangulatba, hanem a közönség soraiban is sok idősebb széke ült, aki már nem vállalkozott a szereplésre, de hát irodalomtanár mondaná erre, hogy teljes katarzis. Ez egy ilyen leírhatatlan szépség és boldogságérzés lett itt a végére bennem. Hát miközben készültünk rá? Hát rengeteg izgalom, nagyon jó elfáradások, nagyon jó derékfájás, ugye, akkor hát azok az élmények, amikor már 20 éve nem találkoztam valakivel, és táncolok vele körülbelül 10 percet, és az egész 10 percen keresztül azt mondogatja, hogy János, olyan rég nem táncoltunk, És hogy mik a további tervek? Nem szeretném abba hagyni ezt a Próba 50 című hirdetéseimet, így hirdettem mindig nekik, hogy a próbákat, hogy lesz szám, holnap is próba 50, és akkor jöttek. Most pedig úgy fogom hirdetni a folytatást, nem hagyom abba, hogy próba 50 plusz. És hát igazából ennek tényleg az a célja, hogy hát a régi számokat újra elővegyük, és akinek van kedve, uram, bocsánat, még fel is lépjünk vele, és az a vágyam a legnagyobb, hogy új műsorszámokat is tudjak velük készíteni. Mindenféle fontos, ami a székességünket bemutatja, én úgy gondolom, legyen az mese, legyen néptánc, legyen mit tudom én, népdal, bármi. Hát, hogyha most ennyien megmaradunk, amennyien most vagyunk, hát az éppenséggel elég, mert a színpad teljesen megtelik, de nagyon várom vissza azokat, akik most tényleg családot alapítanak, és fiatalabbak. Remélem, hogy az ő gyerekeik is ide fognak jönni, itt fognak táncolni. Nem egyszerű azért hazajönni munkából, a gyereket elhozni néptáncra. Hétvégén, mikor pihenni kellene, akkor ruhácskát kell mosni, kivasalni, idehozni, itt lenni vele. Nem egyszerű, de ha nem tesszük, akkor annak a gyereknek óriási élményben lesz hiánya.